Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott nagy bőjtöt kívánok mindenkinek! Isten elvezet betett bennünket erre az időszakra, amelyik szent. És ebben a helyzetben bőjtről van szó, nagy bőjtről. Kérjük a szent lelket, mielőtt elolvasnánk Izajás prófétának a szavait. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Jöjj el, Szent Lélek, és kérünk, hogy vezess bennünket az igazság és az irgalom útján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mivel annyira gyönyörű Izajás prófétának a szava, most tőle olvasok, az 58. fejezet 1-től a 9-áig. Kiálts teli torokkal, ne kíméld, hanem emeld fel hangodat, mint a harsona. Hirdesd népemnek az ő bűnét, és Jákob házának az ő vétkét. Engem keresnek nap, mint nap, és szeretnék megismerni útjaimat, mint olyan nemzet, mely igazságot cselekszik, és Istene döntését nem hagyta el. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének közeledni Istenhez. Miért bőjtöltünk, ha nem láttad? Miért sanyargattuk lelkünket, ha nem tudsz róla? Íme, bőjtöléstek napján is találtok keftelést, és minden robotmunkásotokat hajszoljátok. Íme, perlekedés és civakodás között bőjtöltök, ököllel lesújtva gonoszul. Ne úgy bőjtöljetek, mint ma, hogy meghallgatást nyerjen a magasságban hangotok. Vajon ilyen a bőjt, amely tetszik nekem? Az a nap, amelyen az ember sanyargatja lelkét? Hogy lehajtja fejét, mint a káka, és zsákruhát meg hamut terít maga alá? Vajon ezt nevezett bőjtnek, és az Úr előtt kedves napnak? Íme, ez az a bőjt, amely tetszik nekem. Oldd le a jogtalan bilincseket. Oldozd meg az iga kötelékeit. Bocsáss szabadon az elnyomottakat, és minden igát törj össze. Íme, törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a bujdosó szegényeket vidd be házadba. Ha mezítelent látsz, takard be, és testvéred elől ne zárkózz el. Akkor majd előtör, mint a hajnal világosságod, és sebed gyorsan behegged. Színed előtt halad igazságod, és az Úr dicsősége zárja soraidat. Akkor majd, ha szólítod, az Úr válaszol. Ha kiáltasz, így szól, íme, itt vagyok. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Izajás próféta olyan személyekhez szól, akik szintén bőjtölnek. És számunkra is ismerős a bőjt. Péntekenként azt gondolom, hogy sokan vagyunk, akik nem eszünk húst. Emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor gyakorlatilag egy héten egy szerettünk húst, úgy vasárnap. Mert az volt az ünnepi étel. És azzal, hogy pénteken nem eszünk húst, ezt kifejezzük, hogy nem ünneplünk pénteken. De hát a nagy bőjt nem is erről szól csupán, hanem a megtérésről. A bőjt ehhez segít hozzá. És az, hogy pénteken nem eszünk húst, ez egy apróság. Mire hív bennünket Isten ebben a bőjtben? És igazából azt lehet kérdezni, hogy mi az a bőjt, ami Istennek tetszik? Mi az a bőjt, amire meghív bennünket? És azt gondolom, pontosan itt, ami fel van sorolva, egy sor dolog, amire azt lehet mondani, hogy ha látunk jogtalanságot, felszólalni vele kapcsolatban, ha látunk embereket, akik el vannak nyomva, akik éheznek, akiknek szükségük van segítségre, hogy mellé álljunk, azt gondolom, hogy a nélkülözők mellé, akik hallgatnak, akik nem feltétlenül koldulnak,
azok mellé állni. És ezt mondja a Szentírás, hogy testvéred elől ne zárkózz el. Na, ez böjt. Olyan dolgokban önmegtagadást vállalni, ami a sajátomból adok a másik számára, a másik részére. És egy ígéretet tesz a Szentírásban Isten. Akkor majd előtör a hajnal, mint világosságod, és sebed be fog gyógyulni, és Isten veled lesz. És ez az ígéret. Látunk ilyen embereket a környezetünkben? Eszembe jut egy helyzet. Jó pár évvel ezelőtt, amikor szintén szokásom volt, hogy azokat az embereket, akik hajléktalanok és kéregetnek, azokat megszólítottam, és megkérdeztem, hogy hogyan hívják őket. Ha legközelebb találkoztam, már a nevün. Nevükön szólítottam, kifejezve azt, hogy milyen értékesek ők is személyek. És emlékszem egy férfire, akit többször láttam a 4-es-6-os villamoson, és beszélgettem vele, adtam neki azt, aminek lehetőségem volt, és évek teltek el, és aztán nem láttam. És valamikor egyszer a metrón mellém ült András. És András örömmel mondta, hogy nagyon köszöni nekem, hogy nagyon régen adtam neki egy Bibliát. Milyen sokat jelentett az számára. Őszintén szól, én már nem is emlékeztem rá. De ő igen. Isten emlékszik arra, amit te másokért teszel. És Isten nem felejti el, amit jóságból teszel. Mire hív az Isten? Kik mellé álljak? Kiket segítsek meg? A bőjt, ami nagyon helyes, hogy ételben, italban önmegtagadást vállalok, ez egy része az én megtérésemnek. Isten látja, hogy vannak környezetemben emberek, akinek szüksége van az én segítségemre. Isten olyan, aki nagyvonalú. Isten olyan, aki irgalmas, és irgalmasságot cselekszik. Mi az Isten képére vagyunk alkotva. És pontosan hordozhatjuk ezt a képiséget úgy, hogy mi is irgalmasak vagyunk, és nagyvonalúak azok felé, akik szegények, akik nincstelenek. Akár jogban, akár anyagilag, akár lehetőségben. Imádkozzunk most ezekért az emberekért együtt. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Idehozunk eléd, Jézus Krisztus, olyan embereket, akiket látunk, akik felé tehetetlenek vagyunk, akiknek az élete kisiklott, nem úgy sikerült, ahogy elképzelték. Add, hogy melléjük állhassunk. Adj erőt, adj bátorságot a szóhoz, a tetthez, a jósághoz. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.